Hello, sziasztok! Jumpi vagyok Rakamazról, és ma megint egy olyan dologgal akarok foglalkozni, amit igen sokan kérdeztek tőlem, hogy mi a véleményem arról, hogy kell-e az autó, kell lesz-e az autó, mennek fel a benzinárak, egyre több javítási költség, hogy az emberek nem-e fogják az autót mellőzni. Én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az autó mivel fog menni, gázolajjal, villannyal, vízzel, benzinnel, az autó kell lesz. Tehát az autó a jövőről szól, az autót azért vesszük, mert valahova oda akarunk érni a jövőben, egy másik idő intervallumban. Tehát úgy gondolom, hogy az autó a részünk lett. Úgy, ahogy a részünk lett a komfortos lakás, a tévé, a televízió, a rádiótelefon. El sem tudjuk képzelni, hogy nincs a zsebünkben a telefon, ugyanígy el sem tudjuk képzelni, hogy az autó nem áll rendelkezésünkre, és nem akkor megyünk, amikor akarunk, és oda megyünk, ahova akarunk. Nagyon szépen köszönöm a véleményeket, amiket küldtök nekünk ebbe a témába. Nagyon érdekes dolgok vannak benne, de sokkal többen gondoljuk azt, hogy az autó kell, és az autóra szükség van, mint ahogy azt gondolják, hogy az autó felesleges. Én úgy gondolom, hogy az autó egy bizalmi kérdés, felírtam magamnak ezt is, hogy ne felejtsem elmondani, ugye megbízunk az autóban, és úgy gondoljuk, hogy az autó el fog vinni bennünket oda, ahova el akarunk menni. Ugye az autó változásról szól, hogy egyik helyről elmegyünk egy másik helyre, ahol valami dolgunk van, valamit el akarunk intézni, de az is lehet, hogy ugye jön a tavasz, süt a nap, megyünk vele kirándulni. Szórakozunk, a kedvünket leeljük benne. Ugye az autó a fejlődésről szól, rengeteget fejlődött az autó, és az autóval nagyon sok dolgot el tudunk intézni, amit az autó nélkül szerintem nem is lehetne. Úgyhogy én nekem az a véleményem, és kérem azokat, akik osztják a véleményemet, hogy ne engedjük magunkat félelembe tartani. Ne higgyük el, hogy az autó egy rossz dolog, és ezzel valami történni fog, fejlődni fog az autó, ez biztos, jó irányba fog történni valami. Tehát egyre jobb és jobb autók vannak, egyre gyorsabbak, erősebbek, és rengeteg időt tudunk megspórolni vele. Nagyon szívesen várom a hozzászólásokat, a telefonokat, az e-maileket, a véleményeket. Mindenkinek köszönöm, aki segít nekünk egy olyan véleményt alkotni, ami nagyon sok embernek tetszik, és amivel egymást tudjuk segíteni. Jó egészséget, jó utat kívánok mindenkinek!